kedves fiatalok, túl jól értünk a világ dolgaihoz, és kevéssé az élet vezetéséhez. Gondolkodjunk együtt arról, hogyan kell okosan és szeretettel vezetni az életünket, hogy boldogok legyünk. Második János Pál pápa a nőkhöz írt levelében azt írja, hogy ma a világnak óriási szüksége van a női géniuszra. Mit jelent ez a női géniusz? Van egy német teológus, aki azt írja, hogy transzcendálunk mindannyian, a férfiak és a nők is. Szent Ágoston is azt mondja, hogy van egy szent nyugtalanság bennünk, amíg az Úristenhez nem érkezünk, addig ez a szent nyugtalanság, ez a transzcendencia dolgozik bennünk. Ez azt jelenti, hogy a férfi és a nő is van egy dinamikája, van egy húzata, a teljesség az Isten felé. A férfi egy kicsit úgy transzcendál, hogy mindig tovább, mindig előrébb. Amit rábíz az Úristen, azt mindig viszi tovább, mindig előrébb, úgy dinamikusan. A nő vajon hogyan transzcendál? A nő úgy transzcendál, hogy amit rábíznak, azt úgy átöleli. A női transzcendencia, immanens transzcendencia úgy mindent magához ölel. A nőiségnek ez a lényege, hogy amit az Úristen rábíz, egy lakást, férjet, gyermekeket, egy osztályt, egy munkahelyet, ügyfeleket, amit rábíz az Isten, az nagy szeretettel áttöleli. A nő úgy mindent jobban a szívére vesz, és mindent jobban a szívével töpreng, gondolkodik át. Annyira fontos lenne ma ez a női géniusz, aki mindent jobban áttölel, úgy anyai módon. A nőiségnek ez a lényege. És ez nem attól függ, hogy valaki tényleg biológiailag szülte vagy nem. Mert ismerünk szerzeteseket, akik ezt csinálják. Ahová állítja őket az Isten, amit rábíz az Isten, azt átöleli, és sajnos ismerünk anyákat, akik biológiailag szültek, de nem váltak igazi lelki anyává. A nőiség lényege, a női géniusz lényege, hogy amit, akiket rábíz az Isten, azt nagy szeretettel átöleli. Ezt tanulni Jézus Krisztustól lehet. A kereszten ugyanezt csinálja, ott kifeszítik és nagy szeretettel átöleli az egész világot. A nő, amikor így átölel, ő mindig jobban az embert nézi. A nő mindig jobban az emberre, a személyre irányul. A német úgy mondja, hogy a fürsorge, a gondoskodás a női géniuszban jobban benne van. Mennyire hiányzik ez ma? Mert mi férfiak olyanok vagyunk, hogy a férfi az mindig racionális, a férfi mindig szisztematizál, a férfi rendszereket alkot és beskatujázza az embert, hogy melyik szisztémába tartozik. Van egy német morálteológus, Bernhard Häring, aki egyszer megsebesült az orosz fronton a II. Világháborúban, és egy orosz mama őt hazavitte, ápolta, felültette az egyetlen lovukra, és megmutatta, hogy Berlin arra van. És a végén búcsúzóul megkérdezte a teológus, de hát mama miért teszi ezt? És azt mondja, tudja, az én fiam is valahol ott szolgál a német fronton, és remélem van egy anya, aki ugyanezt megteszi az én fiammal. A női géniusznak ez a lényege, hogy a szemét nézi. Mi férfiak szisztematizálunk, és mi azt mondjuk, hogy én náci vagyok, én meg szovjet. Én piros vagyok, én meg narancssárga, meg zöld. Mi szisztematizálunk. A női géniusznak a lényeg, hogy ne szálljon be a férfiak hintájába, a férfiak szisztematizálásába, hanem nézze jobban az embert. Ahol a közéletben, helyi szinten vagy országos szinten, a parlamentben a nők aktívabban részt vesznek, ott a közéletben igenis több hangsúly kerül a családra, a szociális ellátó rendszerre, az emberre. Erre a női géniuszra ma óriási szükség van, és csak bíztatni tudjuk a nőket, hogy ne szálljanak be a férfias gondolkodásba, gondolkodjanak úgy, mint nők, a szívükkel, a nagy átölelő szívükkel. A női géniusz lényege az is, hogy a nő motivál. A férfi úgy dolgozik, úgy alkot, hogy amikor elkezd dolgozni, egy kis nekikészülődés után csúcs teljesítményre képes, ezt egy darabig tudja tartani, aztán utána pihen. A neki készülődést mi az, ami el tudja indítani, hogy ez még magasabbra menjen, vagy ez még tovább tartson? Mi az, ami a férfi munkát ezt motiválni tudja? Az, ha van itt egy nő, aki hat a férfira. Kik ezek a nők? Ez a nő az embernek az édesanyja.
a mögöttünk imádkozó édesanyák, akik nem is tudjuk, hogy, hányszor teszik össze kezüket gyermekeikért, unokáikért. Ez a női géniusz, ez a múzsa, aki megindítja a férfit és alkotásra, munkára, teremtésre ösztönzi. Ez a szerető feleség, aki a férfira úgy néz, hogy szeretnék rád fölnézni, alkoss, hogy legyél valaki. Ha a férfira egy ilyen női szempár tekint, az édesanyja, a lánytestvére, a felesége, a szerelme, akkor a férfi sokkal komolyabb csúcs teljesítményre képes, sokkal többet tudunk alkotni. A történelem könyveknek talán a hátoldalát is meg kellene írni, mert a történelem könyvek tele vannak férfias teljesítményekkel. Melyik férfi mit alkotott, mit harcolt ki, hová jutott, meg kellene nézni, hogy a férfiak mögött milyen édesanyák, feleségek, gyermekek vannak, akik őt motiválják, mint anya, mint feleség, mint múzsa, hogy többet alkosson. A női géniuszra, hogy mi tudjunk jobban dolgozni és alkotni, óriási szükség van. És a női géniusz az is, aki kommunikációra késztet minket. Egy családban, ha a nő nem beszélget, ha nem kommunikál a férjével, a gyerekekkel, az idősekkel, akkor ott mindig tragédia lesz. Kommunikációra, családi beszélgetésre motiválni kell minket, de mi férfiak jobban szeretjük a csöndet. Kamasz gyerekeink talán olyan nehezen szólalnak meg, időseink már szégyellik a problémáikat. Annyira fontos lenne az a női géniusz, aki kommunikál mindenkit, beszélget és beszéltet. És nem hagyja, hogy belé folytsák a szót, ha kérdései vannak, segít, hogy mindenkiből előjöjjenek a kérdések és a válaszok. A női géniuszra, ahogy János Pál pápa mondja, óriási szükség lenne. Szükség lenne, hogy a családok jobban összetartsanak, hogy a szisztémák jobban a személyt, az embert nézzék. Szükség lenne, hogy mindenki a világban hatékonyabban, eredményesebben tudjon dolgozni. Csak bátorítani tudjuk az anyákat, a feleségeket, a szerelmes nőket, hogy legyenek nők, női géniuszok, mert ma óriási szükség van rájuk. Az életvezetés azt jelenti, hogy haladunk az utunkon, vezetjük az utunkat. Aki úton van, annak két dologra kell figyelni. Egyrészt figyelnie kell önmagára, a saját gondolataira. Aki az úton jól akar haladni, az a pozitív gondolatait erősítse, és a negatív gondolatait, ami őt bénítaná haladásban, azokat igyekezzen kiszűrni. Ha belül nincs rend, ha belül nincsenek jó gondolatok, pozitív gondolatok, akkor nem sikerül haladni. De ez a haladásnak csak a fele. Platonisták lennénk, akik csak a belső világra, a lélekre összpontosítanának, ha nem vennénk komolyan ezt a világot. Aki az úton haladni akar, annak nem csak a belső világot, a gondolatokat, az érzéseket kell komolyan venni, hanem a körülményeket is. Azaz, aki az úton haladni akar, annak nem csak magára kell gondot viselni, hanem az útra, a körülményekre. Az állat az a körülményekbe beleérkezik. Amikor az állat, mondjuk a patkányunk halad, és megérkezik egy szituációba, neki ez a körülmény adott. Ő ezen nem tud változtatni. És ott a körülményben ösztöneinek megfelelően viselkedik. Az ember viszont, amikor halad, már előre tud magának alternatívákat felállítani, előre tudja a lehetőségeket alakítani, hogy mire tényleg odaér, legyen neki jó lehetősége. Az előre látásnak, az út gondviselésének ez a lényege, hogy mire odaérek, én a lehetőségeket alakítom. Az ember teremtő lény. A lehetőségeket is tudja magának teremteni. Ha hasonlatot veszek, ez olyan, mindenki látott már talán olyat, hogy a vasút hogyan készül. A síneken ott van a vasútunk, egy darabig kész van a sín, és utána egy ilyen emelő karral maga elé leépíti a következő sín szakaszt, azt szépen lecsavarozza, és utána rámegy. Mit csinál? Maga előtt az utat készíti. Maga előtt a lehetőségeket egyengeti. Az embernek ugyanezt kell tenni, ha az életben haladni akar, akkor a körülményeket, az utat egyengetni kell saját maga előtt, hogy jól tudjon menni. Ez pontosan azt jelenti, mint a gondolatoknál, hogy pozitív körülményeket kell teremteni, és a negatív körülményeket kemény kézzel le kell vágni, amik engem gátolnának a haladásban. Mik ezek a körülmények?
A legelső ilyen az emberi kapcsolatok. Minden diktatúra jól tudta, hogy szét kell verni a családot, a nagy családot, a közösségeket, az egyházi közösségeket, minden közösséget szét kell verni, mert akkor az egyén gyönge. Manipulálható, befolyásolható, az erkölcse, a gondolkodása, a hite, a közösségeket szét kell verni. Ma ennek a fordítottját szeretnénk elérni, azt szeretnénk, hogy az ember erős legyen, hitében, szeretetében, erkölcsében, és ezért a közösségeket kell megerősíteni. Rendkívül fontos, hogy aki jól akar haladni, az figyeljen arra, hogy milyen közösségekhez tartozik, hogy a nagy családja legyen egyben, hogy tartozzon igényes közösséghez, hogy legyen ember, aki őt támogatja, és ha kell, őt szeretettel kritizálja. Amikor jön hozzám valaki, hogy atya, nem bírok a férjemmel, az első kérdésem az, hogy asszonyom, önnek kire hallgat a férje? És azt fogja mondani, senkire. Hogy jutottak idáig, hogy semmilyen közösséghez nem tartoznak, hogy sem nagy család, sem testvéri közösség, sem egyházi közösség, baráti közösség senkire nem hallgat. Aki az úton jól akar haladni, az vegye komolyan, hogy kik azok az emberek, közösségek, akik segítik őt a haladásban. És bizony kik azok az emberek, akik őt elcsábítják a jó úttól, a jó lehetőségektől, az ő saját maga céljaitól. Ilyen körülmény, amit pozitívan alakítani kell, az az időbeosztás. Egy német teológus azt mondja, hogy az embert legjobban az időbeosztása jellemzi. Az időt abszolút megfogni soha nem lehet. Az idő az mindig folyik. De azért mégis meg lehet ragadni, hogy a legfontosabbra jusson kitüntetett idő. Aki az időbeosztását komolyan veszi, az egy olyan körülményt alakít, hogy tudjon az úton haladni, hogy tényleg oda jusson, ahová ő szeretett volna eljutni. És ha az ember azt érzi, hogy esik szét az időbeosztása, hogy szalad a fontos teendői után, hogy görget maga előtt fontos teendőket, akkor baj van. A körülményeket jobban kell alakítani. És hadd mondjak egy harmadikat, amit körülményként nekünk igényesen alakítani kell, ezek a munkaeszközök. Kérem, a munka az nem más, mint szeretet nagyban. Hogy szeretem az ügyfeleimet, embereket, családokat, jó munkát végezni, azaz jó szeretni, igénytelen munkaeszközökkel nem lehet. A munkaeszközökre költeni kell. Ez a kőművesnek a kőműves kanál, a professzornak a szakkönyv vagy a szike. Jó munkaeszközök nélkül nem lehet jól szeretni, igényes munkát elvégezni. Biztos vagyok benne, hogy kell találnunk egy egyszerű életszínvonalat, hogy az ember engedjen meg magának egyfajta szegénységet, de ezt ne a munkaeszközök területén. Ezen a szinten igényesnek kell lenni. Aki az úton haladni akar, a körülményeket úgy alakítsa, hogy az úton tudjon jól haladni. Ha a belső és a külső körülmények összejátszanak, akkor az ember tényleg tud haladni. Mind a kettő kell hozzá. Befejezésül azért vannak olyan körülmények, amit nem lehet alakítani. Hogy önhibámon kívül elbocsátottak a munkámból. Hogy rákos beteg lettem. Vannak olyan körülmények, amit az ember nem tud alakítani. Mi van ilyenkor? Van Krisztus Urunknak egy zseniális példabeszéde arról, hogy eljön a világ végén, és akkor két ember szánt a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Két asszony őröl a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Miről szól ez a példabeszéd? Hogy ugyanolyan körülmények között az egyik tud Istennek tetszően viselkedni, a másik nem. Vannak megváltoztathatatlan, nehéz körülmények, de az ember akkor is szabadott legbelül, transzcendens szabadsága van, ugyanolyan nehéz, préselő körülmények között is mindig van választásunk. Tudunk Istennek tetszően dönteni, vagy Istennek nem tetszően dönteni. A körülmények, amikben haladnunk kell, olykor tehetünk róla, olykor nem tehetünk róla, de hogy a körülményekben hogyan viselkedünk, arról mindig tehetünk.